Akkor sok szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Cif Csongor vagyok, a Beszélgess Velem program egyik főszervezője. Egy isteni ötlet és nagyon sok ember önzetlen segítsége, hogy itt állhatok, és a 31. Beszélgess Velem programot megnyithatom. A Beszélgess Velem program célja, hogy egy most mai napon 1 óra 10 perces időkeretben lehetőséget, egy ingyenes és szabadon választható lehetőséget biztosítson az egyetem hallgatói, tanárai és minden kedves érdeklődő számára, hogy munkájukban elismert, sikeres előadókkal beszélgetést folytathassanak. Célunk a pozitív példaadás, Istenbe vetett hitük mellett elkötelezett előadók részéről. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévai Nagy Kamillát, Liszt Ferenc, Kossuth és Kazinczy Díjas előadóművésznőt, aki 34 nyelven énekel, és így 1995-ben a Guinness Rekordok könyvébe egyedül magyar előadóként bekerült. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám, és örömmel és szívesen jöttem, és egyet hadd javítsak ki, jelöltek ugyan Kossuth díjra, nem is egyszer, de én még nem vagyok Kossuth díjas. Akkor elnézést. Jó, és akkor sok szeretettel köszöntöm Pió Mártát, az MTV egyéni nívódíjas riporterét, és akkor hagyományainkhoz híván először önt arra fogom megkérni, hogy egy röviden, egy 20 percen mutatkozzon be, és akkor utána majd Márti teszi fel az első kérdéseket, és akkor utána a néző közönség is tud kérdezni, hiszen az a célunk, hogy önök is kapcsolódjanak a beszélgetésbe. A mai beszélgetés témája a zene útján, és akkor meg is kérem Dévai Nagy Kamillát, hogy röviden mutatkozzon be. Köszönöm szépen. Hát én egy nagyon szép családnak a idefújt porszeme vagyok, ugyanis Erdélyben, macskakörömben mondom, hogy Erdélyben gyártottak, és édesanyám különböző nehézségek közepette, kúszva, mászva, 7 hónapos pocakosan zöld határon átmentett, tehát én csempészáróként érkeztem Magyarországra. Maga a család nagyon izgalmas, hiszen Makkai Sándor írópüspök nevét nagyon sokan ismerik. Anyai ágon csatlakozom én ehhez a családhoz, amelynek ugye Makkai Sándoron kívül Makkai László történész, Makkai Ádám költő, Ignác Rózsa regényíró tartozik. Úgyhogy az, hogy véletlenül én is könyvírásra szántam el magam, hát ez úgy látszik, hogy a vér nem válik vízzé, ez valahogy a családban maradt. Nagyon, nagyon boldog gyermekkorom volt, édesanyám úgynevezett háztartásbeli volt, tehát ott tudott velem lenni. Ő egyébként boldogabb lett volna, hogyha festőművészként éli az életét, de édesapám, aki műszaki egyetemen matematika professzor volt, azt mondta, hogy ő a családfő, ő megkeresi a pénzt, az anyának az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mellett. Úgyhogy szegény édesanyám a festészetet azt mindig kirándulások alkalmával, vagy nagy-nagy ritkán ilyen művészkörben tudta gyakorolni, de hát ez is ott van a családban. Testvérem nincsen, és nagyon-nagyon boldog gyermekkorom volt. Az életem születésemtől legjobb barátnőm az Kulin György csillagásznak a lánya, Kulin Eszter, akik 4 voltak testvérek, és ott laktak a Naphegyen, ami akkor teljesen olyan volt Budapestnek egy ilyen különleges része, olyan volt, mint egy ilyen kicsike kis falu. Mindenki mindenkit ismert, ott volt az a kisbolt, ott még ilyen kannába hoztuk még a tejfölt is, szóval olyan vidékies volt az egész. A Gellérthegyre jártunk szánkózni, és nagyon boldog voltam kisgyerekként. Na, hogy jön ehhez a zene? Mert azért akkor ezt is kellene mondanom. Hát édesanyámnak, de főként nagymamámnak, sőt, az egész anyai ágnak valami olyan gyönyörűséges hangja van, hogy amikor 50 éve tartok a Balatonon, a házamban nagycsaládi találkozókat, és amikor estenként, alkonyatkor elkezd a család énekelni, hát én szerintem még a madarak is elhallgatnak, mert annyira szépen éneklő család vagyunk, és mindenkiben ez a képzőművészet, az írás és az éneklés, ez a három dolog, ami az egész családban, az unokatestvéreimben is benne van. Egy másik unokatestvérem lett, aki neves ember lett, New Yorkban lett tulajdonképpen fantasztikus restaurátor, de ő kő
Pálnak volt a szobrász szakon a diákja, úgyhogy ő szobrászművész lett. Mi ketten vagyunk azok a családban, akik úgy ki ezt a tehetséget valahogy meg is mutattuk, mert a többiek csak olyan nagyon-nagyon tehetségesek, de kifejezetten maflák. Egyszerűen nem tudják magukat, és nem is akarják magukat úgy megmutatni, csak úgy családon belül csodákat csinálnak, és egy fantasztikus család, tehát én nagyon boldog vagyok, hogy pont ebbe a családba születtem. A zenéhez is tehát úgy kerültem, hogy az édesanyám minden este énekelt nekem, már 16 éves nagy ló voltam, és még mindig köteleztem szegény édesanyámot, hogy énekeljen nekem. Úgyhogy már apró koromtól kezdve olyan repertoárom volt, ilyen kurucdalokból, megzenésített Petőfi versekből, és mindenféléből. Úgyhogy már az általános iskolában a tanárnéni kifigyelte, hogy én ezt is tudok, azt is tudok, amazt is tudok, és mindjárt ilyen rendhagyó irodalomórákat tartott velem, hogy na gyere fiam, és te meg amiről én beszélek, azokat énekeld. Úgyhogy hát így indult, hogy az ének az mindig benne volt az életemben, de soha egyetlen egy pillanatig nem képzeltem, hogy én ezzel akarnék majd hivatásosan foglalkozni, sőt, amikor 1968. november 17-én a tanárnénim, a zongora tanárnénim, mert ugye hát tanultam zongorázni, a zongora tanárnénim azt mondta, hogy ebben a kislányban annyi minden mocorog, hogy tessék, meghirdette a televízió a Nyílik a rózsa, majd egy évvel később a Röpőpáva népdalvetélkedőket, ennek a kislánynak mennie kell. Hát nem akartam. És ő küldte el a nevezési papírt is, mert én még amikor ott voltunk a Rádió 13-as stúdiójában, akkor se akartam megszólalni, mondva, hogy reket vagyok, meg ilyen, olyan, amolyan. Úgyhogy Lengyelfi Miklós, aki ennek a műsornak a rendezője volt, azzal szedett rá, hogy énekeljek, hogy apukám, ugye ilyen műszaki emberként a hóna alá csapta azt a hatalmas nagy tertamagnót, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy a lányom akar énekelni, de a tanárnéni azt mondta, hogy mutassam meg. És én akkor már gitárral népdalokat énekeltem, és Lengyelfi Miklós, amikor meghallotta ezt a házi, abszolút házi felvételt, meg közben ott a macskadorom volt, meg mindenféle zajok voltak, mikor Lengyelfi Miklós meghallotta, az volt az egyetlen mondat, amivel belőlem dalt lehetett kihúzni, hogy azt mondta, hogy ez olyan szép, hogy ezt nem is te énekeled. Na, erre felhetámadt bennem a lélek, hogy dehogy nem, és akkor mégiscsak énekeltem, és tovább is jutottam, viszont a zsűri kihajított, a közönség visszaszavazott. A zsűri megint kihajított, azzal a jelszóval, hogy a gitár nem népi hangszer. És hát tényleg nem az, de én mindig azon igyekeztem, a későbbiek folyamán is, hogy ha olyan lassú dalt énekelek, akkor minthogyha a cimbalom kíséretét próbálnám hozni a gitáron, hogyha pedig ilyen verbunkos jellegű, vagy ilyen akkor meg próbáljam azokat a hangszereket a gitáron utánozni. És hát így ragadtam végül is a színpadon, és most már arról kevesebbet mondok, inkább majd, hát ha lesz belőle kérdés, hogy nagyon sokáig egyetlen magyar előadó művész voltam, aki az egész földgolyót bejártam, ugyanis minden földrészen énekeltem, és elsősorban magyaroknak. Hogy ez miért volt egyszerű? Azért, mert a gitárt a hátamra akasztottam, a gitárnak nem kellett külön szállást, ételt fizetni, repülőjegyet fizetni, bár volt olyan, hogy azt írták be, hogy Mr. Cello. És amikor nagyobb volt, amikor kemény gitártokom lett, ugye, mert először csak kis puha gitártok volt, hát az nem foglalt annyi helyet. Amikor vettem egy ilyen szép, igazi, hatalmas, nagy tokot, ráírták, hogy Mr. Cello. Hát meg voltam sértődve, hogy ő gitár, de hát ez van. Úgyhogy, és sohasem a pénz vezetett, hanem egész egyszerűen azt mondtam, hogy ha altatni tudnak valahol, és enni adnak, akkor én megyek, ahova mondják.
És ezért persze mindig összeadogattak valami pénzt, de így 32-szer voltam az Egyesült Államokban, akkor Kínában, Uruguayban, Koreában, Dél-Afrikában, Ausztráliában, tehát magyarán nagyon-nagyon sok helyütt énekeltem, tehát alig-alig van fehér folt a térképen, ahol jártam. És végtelen örömömre nem lett volna az életem teljes, hogyha amikor 1996-ban volt egy majdnem halálos autóbalesetem, ezt nem tragédiaként értem meg, csak egy hónapig. Egy hónapig csak vissza akartam menni a fénybe, és azt mondtam, hogy én most mindenkinek a terhére legyek, hogy pelenkázni kell, etetni kell, én ezt az életet nem akarom élni. De kaptam egy olyan csodálatos, igazi jelet, ami igazi csoda volt, hogy a gitárom nem ő, hanem egy másik gitárom megvárt. Méghozzá nem, hogy össze nem tört, és a húrjai szét nem szakadtak, hanem egyetlen egy karcolás nélkül, és még el sem volt hangolódva, pedig az autóroncsban, mivel januárban volt ez a baleset, január 22-től 24-ig ott volt, amíg én az igazi klinikai halál állapotában voltam, ő pont addig volt az autóban. És ott mínusz 22 fok volt a szanatóriumban, ahol aztán kikötöttem, és újra kezdtem tanulni, beszélni, járni, mert nyaktól lefele béna voltam, és az adott erőt, hogy egy hónap múlva kiderült ez a bizonyos csoda, hogy nem hangolódott el, ilyen nincs, ezt a fizika törvényeivel nem lehet megmagyarázni, úgyhogy ez adott nekem ahhoz erőt, hogy aztán kilábaljak ebből a nyomorúságból. Elkezdtem nézni a lábamat, és azt mondtam, hogy meg fog mozdulni. Meg fog mozdulni, meg fog mozdulni. És addig néztem, addig mondtam, amíg egy ilyen icili-picilit csinált a lábam, és akkor újult erővel, hogy akkor a másik is meg fog mozdulni, hát akkor van kifele ebből az egész borzalomból. És ez miért volt jó? Tehát ezért nem tudom ezt a balesetet úgy felfogni, pedig Nyisz, így az akkori állandóan televízióban, rádióban énekeltem, saját műsorom volt. Tehát nagyon-nagyon központi figura voltam a kulturális életben, és ez abban a pillanatban, ahogy ez a baleset megtörtént, nem én vezettem az autót, én az anyós ülésben ültem. És ahogy ez a baleset megtörtént, ugye a helyből, a médiából kiestem, tehát nagyon sokan még ma is kérdezik, hogy és még él, mert olyan rettenetes régen élek, és csinálom. No, tehát az a nagyon nagy örömöm, hogy ezután a baleset után alapítottam meg az iskolámat, aminek Krónikás Zenede a neve, és a nevéhez méltóan bizony él, dolgozik, mindenféle fajta állami támogatás nélkül. Úgyhogy itt tartunk, most megpróbáltam összefoglalni. Hát nagyon-nagyon gazdag életed volt, és ha már beszéltél erről a 120 méteres autós repülésről, ami azért tényleg csoda, hogy abból visszajöttél. Talán onnan jön a könyved címe is, hogy akit az Isten megtartott, meghagyott. Nem csak ez az egy eset volt, amikor az Istennek nagyon is oda kellett rád figyelni, mert az egész életed tele volt ilyen problémákkal. Mi mindent éltél túl? Hát én nem tudom, hogy miért, de tényleg azt szokták mondani, hogy akit a jó Isten szeret, azt megpróbálja. Hát akkor engem nagyon szeret, sokszor is szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy ennyire kéne szeretni, mert én mindjárt 11 éves koromban egy gerinctöréssel kezdtem. Nem rosszalkodtam, hanem az volt, hogy így mentem el a toalettről a megnedvesített szivacsal, mert én voltam a hetes, és jött szembe a tanár. És még ő is látta, hogy egy láb kinyúlt onnét a fiú WC-ből, és valahogy úgy, tehát nem hasra estem, hanem hanyatt. Tehát ilyen irányból elkaszálta a lábamat, és én úgy zuhantam, hogy gerinctörés lett belőle. Megint csak azt mondom, az ember azt mondaná, hogy hú, mekkora tragédia, szegény kislány, onnantól kezdve nem szánkózhat, nem korcsolyázhat, nem sízhet semmit, ott jégen így kell menni, hogy nehogy valahogy elessek. Hát igen, de
ennek is nagyon jó tanulsága volt. Akkor még nem tudtam. Akkor úgy gondoltam, hogy mekkora szenvedés, és oda vagyok kötve a kórházhoz, meg oda vagyok kötve az ágyhoz egyáltalán. Ilyen gipsz míderem volt innentől idáig, és például amikor morzsolódott a gipsz, és leültem, hát tiszta sebb volt itt a popsim, ahogy meg a combom teteje, ahogy ez hozzám ért. Meg hát ezt a 10 kilós borzadalmat, ezt vinni kellett. Volt itt a hasamon egy luk, hogyha nagyon jól lakom, akkor bele ne fulladjak a páncélba, és hátul volt egy ilyen kicsike csík, ami levegőt kapott a hátam, de hát édesanyám kötőtűvel vakargatta, szóval katasztrofális dolgok voltak, és mégse volt borzalom. Mert utólag arra jöttem rá, hogy emberismeretet kaptam. Hogy az iskolában nagyon szerettek, mókamester voltam, szerepeltem, énekeltem mindig, mindenhol, és hát, hogy úgy mondjam, sik volt velem barátkozni. Volt is körülöttem egész nagy udvartartás. Na, amikor beteg lettem, hát az emberismeret onnét jön, hogy ki az, aki hozza nekem a leckét. Ki az, aki akkor is törődik velem, amikor nyomorult vagyok. Tehát, és ez az egyik, a másik pedig édesapámnak 2000 kötetes könyvtára volt. Na most, ami nekem való, meg ami nem nekem való, azt is mindent elolvastam. Tehát a korosztályomhoz képest olyan tudásanyaggal rendelkeztem, amit sehogy máshogy nem szedhettem volna össze. De aztán a későbbiek folyamán a hangomat támadta meg egy ócska dagadék, úgyhogy a pajzsmirigyem körbefolyta itt a hangszálakat, és volt egy 5 órás műtét, amikor ugye az intubálás alatt, mert ugye az embernek szétfeszítik a hangszalagját, és ott dugják le. Hát más normális ember kicsit reket lesz tőle, ennyi. De én nekem másfél oktáv elment. Mert én tulajdonképpen végül is, hogy azt nem is mondtam, hogy a Zeneakadémiára miért nem vettek fel, azért, mert annyira pályára tartott, pályára valónak tartott Szőnyi Erzsébet, hogy én 20 pontot szereztem, amit utánam csak Kocsis Zoli, édes jó Istenem, bocsánat. És csak ő szerzett utánam is 20 pontot is, a Szőnyi Erzsébet azért nem vett fel, azt mondja, hát oda nézek magára, hát most azt se tudom, hogy Anikó kedves, vagy Kamilla, mert Nagy Kamilla Anikónak neveztek. Az Anikó lemaradt, mert a tévébe azt írták ki, hogy Nagy Kamilla, hogy az sokkal érdekesebb. Az országban 2 darab Kamilla volt akkor. És azt mondta, hogy hát magára nézek, maga színpadra termett, és ezzel a hanggal, miért nem az opera tanszakra megy, ne vegye el a helyet azok elől, akik csak tanítani tudnának. Úgyhogy én ettől a tanítástól el voltam zárva, és azért volt olyan nagyon nagy boldogság, hogy a baleset után végül is megcsináltam ezt az iskolát. És hát még sok ilyen apró 15 törésem volt, jelen pillanatban is itt van rajtam egy, most meg agyon dolgoztam a kezemet a gitárral, és hát jó alaposan inhüvelyhúzódást szenvedtem, kész. Úgyhogy sok problémám volt, de mindenből kilábaltam. De az Isten meghagyott. Abban az időben, amikor végül is ismerté váltál Magyarországon, és minden nap te veled volt tele a rádió, akkor volt az a bizonyos 5-ös fogat, ugye a sebőjék, és hát azok, akik valamilyen formában, én úgy gondolom, nem biztos, hogy igazán van, majd kijavítasz, hogy valahogy abban az időben ismerték a mulatos zenét, a cigányzenét, és az volt a divat a vendéglátóhelyeken, mert akkor még volt zene a vendéglátóhelyeken, és a népdal az olyan mostoha gyerek volt. Vagy nem tudom, hogy ennek politikai oka volt, vagy milyen oka, de amikor elkezdte ez a ti generációtok felfedezni a magyar népdalokat, meg a hagyományos magyar hangszereken a zenét, akkor én úgy éreztem, hogy ez szinte egyfajta lázadás is abban az időszakban. Ti tudtatok egymásról, sokat találkoztatok, volt ebbe tudatosság, vagy hogy élted meg ezt az 5-ös fogatot? Az 5-ös fogat neve, hát ugye Halmos Sebő Duó, Ferenc Éva, Faragó Laura, Buda Ilonka és én. És
még a Halmos Sebő dúó is, mert ők a Röpőpávában tűntek fel, hallottak a Nyílik a rózsába népdalt gitározni, és tulajdonképpen ezért kezdték el. És aztán sokkal komolyabb dolgokra szánták el magukat, hiszen az egész táncház mozgalmat ők indították el. És ez tényleg egy kicsit úgy volt, hogy egy kicsit szembe mentünk azzal, amit szerettek volna. Én például egészen biztosan tudom, három kategória volt, a tűrt, a tiltott, meg a támogatott. Hát én a tűrt kategóriába voltam, hogy hát hagyjuk, ugye azért, mert ha az ember magyar népdalt énekel, akkor az a magyar identitást erősíti. Ott pedig akkor az volt, hogy internacionalizmus, nem kell annyira magyarkodni. Úgyhogy így egy kicsit támogatni nem támogattak, de tűrtek. Hoztad a gitárodat, ugyan látom a kezeden a kötést, de nyilván azért hoztad, mert hogy játszol is valamit, és hogy mert idővel gazdálkodjunk, és halljuk is, hogy amiről beszélünk, az micsoda. Hogy nem tudom, készültél-e valamivel, vagy tudnál valami olyat, ami arra a korra emlékeztet? Az az igazság, hogy készülni nem tudtam, mert abszolút nem tudtam, hogy hogyan fog zajlani ez az egész, de hát természetesen készenlétben mindig vannak dolgaim, és ha már említettem azt, hogy erdélyi származású vagyok, akkor azzal kezdeném, amivel tulajdonképpen általában könyvbemutatókat is, hogy honnan indultam, hát innét. Mikor csíkból elindultam, jaj, színem se volt, úgy búsultam, jaj. Kezem fejemre kapcsoltam, szegény csíkot úgy sirattam, jaj. S mikor a falu végére kiérkeztünk, jaj, nagy szomorán visszanéztünk, jaj. Láttuk sok kémény füstölgését, elfelé lengedezését, jaj. S mikor a falu végére kiérkeztünk, jaj, egy fogadóba mi bementünk, jaj. Elé vettük a tarisnyát, azt a csíki tarka borkát, jaj. De én még enni se tudtam, szegény csíkot úgy sirattam, jaj. Apámért s anyámért mit nem cselekednék, te tengernek a habját kalánnal lemerném. Tengerfenekiből gyöngyszemeket szednék. Apámnak s anyámnak gyöngybokrétát kötnék. S szivárvány havasán felnőtt rozmaring száll. Nem szereti helyét, el akar bújdosni. Ki kell adat venni, s új helybe kell tenni. Ki kell onnat venni, s új helybe kell tenni. Ismerős itt minden ösvény, virágok s a fák.
Itt megértem a madárkák daloló szavát. Szállj, te ének, messze szállj, a világot körbejárd. Hirdest, hogy így drága táj, mint az én jó szülőföldem. Nincs e földön, nincs sehol. Ösvény, patak, kis virágok zúgó fenyvesek, féltő gonddal vigyázlak, és mindig hű leszek. Szállj, te ének, messze szállj, a világot körbejárd. Hirdest, hogy így drága táj, mint az én jó szülőföldem. Nincs e földön, nincs sehol. Ez a táj a szülőföldem, életem s hitem. A legszentebb, a legdrágább kincsem én nekem. Szállj, te ének, messze szállj, a világot körbejárd. Hirdest, hogy így drága táj, mint az én jó szülőföldem. Nincs e földön, nincs sehol. Ez gyönyörű volt, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A népdalok után azért rákaptál a versekre is, és hát nem csak más dallamokat énekeltél, hanem a saját magad zenéjét is kialakítottad. Az ember annyi ilyet hall, tehát nagyon sok ilyen, hát ugye Dinnyés Jóskától kezdve, Tél Sebőjék is, nagyon sok ilyen verset megzenésítő valaki volt, és a mai napig vannak ilyenek, és nagyon sok ugyanarra az egy kapta fára, tehát szinte ez a tonika dominans, szubdominans, az mindig ugyanaz a három akkord, és akkor ugye úgy szerzik a szerzeményeket. Te hogyan találtad meg a saját hangodat, és egyáltalán a versekhez hogyan nyúlsz hozzá? Tehát mit szabad a verssel csinálni, amikor az ember megzenésíti? Hát először is nagyon-nagyon kell tisztelni, nagyon kell szeretni, és nagyon kell érteni, hogy mi van a sorok között. Mert a költészetben pontosan az a csodálatos, hogy a költő rábízza az emberre, hogy saját maga ott a sorok közül mit tud kiolvasni. Ott olyan sok minden van elrejtve, és ha az ember megpróbálja szolgálni a verset, tehát nem azt csinálni, amit tényleg nagyon sokan, hogy hú, van egy nagyon jó dallamom, na, keresünk rá valamit, és rányomják a nem megfelelő ruházatot is. Nem úgy kell, hanem meg kell nézni, hogy mikor megy felfele a dallam, mikor megy lefele, hogy a költő mit szeretne. Nem fogom is kvázi anyagként fogom fel a költeményt. És hát először én is úgy voltam vele, úgy szégyeltem, hogy én is, mindenki ezzel foglalkozott, hogy hát én nekem is jól nevelt népdalénekesnek, most akkor minek kell nekem versekhez. És először Balázs Béla kötet jutott úgy a kezembe, hogy elkezdtem, hasaltam ott a Balaton partján, és olvastam a könyvet, és egyszer csak megszólaltak a fejembe különböző dallamok, és addig, míg aztán törökülésbe ültem, előgaptam a gitárt, ami ugye mindig ott volt a közelembe, és így születtek meg az elsők. És aztán rájöttem, hogy ez azért így nem biztos, hogy ez így jó. Azt kell tudnom, ki is ez a költő, mikor élt, kik voltak a barátai, milyen volt akkor a történelmi helyzet, tehát tudjam azt, hogy családban élt, volt felesége, ki volt a kedvese, szóval mindenféléket tudni kell róla, és hát Adi volt az első, akinek úgy tökéletesen belebújtam az életébe,
és hát nagyon sok adi verset zenésítettem meg, de ezeket először úgy szépen a magnóra felvettem, akkor még ilyen kazettás magnók voltak, és szépen besülyeztettem, hogy senki ne hallja, ne lássa, ne tudja, és szégyeltem magamat, hogy minek jön ez belőlem, és aztán úgy buktam le, hogy a Dorogi Zsigmond, a rádióirodalmi osztályának a vezetője hívott, nagyon sok alkalommal hívott énekelni, de mindig csak népdalokat, meg virágénekeket, meg ilyen kuruc dolgokat, ilyen történelmi dolgokat énekeltem, és a Kalász László Ez az ég című versével voltam akkor úgy hordtam magamban, és nem tudtam tőle megszabadulni. Sinkovics Imre, Abar István, Berek Kati, Juhász Ferenc voltak ott azon az előadáson, ahol a színpadra kimenetel előtt én nem azt gyakoroltam, amit kellett volna ott énekeljek, hanem ezt a bizonyos Ez az ég című dalt, és oda gyűltek körém, és elkezdtek hallgatózni, hogy ez mi ez, nem az, amit most énekelsz, mi ez. És akkor hát lapultam, de aztán addig nem hagytak békét, hogy aztán elénekeltem nekik, és azt mondták, ez nagyon szép, van még ilyen? Aztán kiderült, hogy van. És azóta megzenésített verseket is bőven-bőven énekelek. Most az egyik nagyon-nagyon kedvencem az a Táncos Katalin hajléktalan tanítónéninek a verse, amely az interneten úgy terjed, hogy ez a Kányádi Sándor verse, de nem az övé, Kányádi Sándor 40 éven keresztül az egyik legjobb barátom volt, tehát tőle tudom, hogy nem az övé, és akkor az volt, hogy de akkor a Dr. Paplajosnak a verse. Ez az a bizonyos Az én mi atyánkom című, és aztán hosszas nyomozás után derült ki, hogy ez egy hajléktalan tanítónéninek a verse. És az már csak az én szerencsétlenségem volt, hogy amikor már tudtam, hogy hol hajléktalan, melyik utcában tölti az életét, elmentem oda, hogy megköszönjem neki, mert ez egy csodálatosan szép vers, és hogy megmutassam neki, ugye minden szerzőnek be kell mutatni. Hát itt a könyvben is írom, hogy Íj és Gyulának micsoda reszkető bokával énekeltem el a saját versét, ráadásul kihagytam belőle versszakokat. Hát hogy jövök én hozzá, hogy Íj és Gyulát csak úgy né, pár versszak, akkor az ott nem kell bele. Hú, szóval vannak történetek. No, lényeg az hozzá, hogy amikor kimentem, hogy megkeressem ezt a kedves idős hölgyet, előtte két héttel halt meg. Úgyhogy ő nem hallhatta. De az interneten rajta van, Az én mi atyánkom címmel, az én nevemet beírják, és azt, hogy Az én mi atyánkom, akkor meg lehet hallgatni. És most? De most is, nagyon szívesen, persze. Hallgassuk meg most. És azért voltam ennyire hálás, mert az én nyavajáimra, én nem tudtam volna így megfogalmazni, de akkor, amikor az iskolámmal gond volt, probléma volt, kilakoltattak, azt hittem, hogy vége az egész iskolának, ráadásul szívinfarktust kaptam, közben azt is elmondom, hogy háromszor megküzdöttem a rákkal is, onnan is teljesen épségbe kerültem elő. Tehát igazán úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, pedig a családom mindig odafigyelt, és mindig nagyon nagy szeretetben voltam, de akkor olyan nyavajás voltam, hogy ezt nem lehetett senkinek elmondani, és akkor ezt elénekeltem. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét fél borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, remény teljesen.
mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özönek, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látott hasznát, mikor magad kilódsz lázban, gyötörbe, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Ez olyan szép, hogy nehéz megszólalni utána. Tulajdonképpen a verseknél tartottunk, és annál, hogy hát mennyit énekeltél, de alapvetően, mikor a felvételitről is írsz a könyvedben is, az volt benned, hogy te nem akarsz csak énekes lenni, hanem te tanítani akarsz. Most megalapítottad ezt a zenedét, de hát tulajdonképpen az is egy tanítás, hogy bejártad a világot, és mindenhol énekeltél, mert az is egy tanítás, valahol a magyarságot tanítottad mindenfele. Az, hogy a magyarok hogy fogadták, az is érdekes, ezt kérdezném, hogy a nagyvilágban szétszóródva milyen élményeid voltak, de hogy fogadta mondjuk a nepáli király, vagy Indira Gandhi, akinek énekeltél, vagy hát olyan hírességeknek, akik... Vagy Erzsébet királynő, ugye? Például. Hát ezeket meséld el, hogy hogyan fogadtak téged. A Svoboda, a Brezsnyev. Hát igen, mert tényleg felülről is akkor hívtak, máskor nem, de amikor valaki jeles személyiség érkezett Magyarországra, akkor azonnal Kamilla, és gyerünk, majd azon a nyelven biztos. Úgyhogy itt kínaiul, lappul, okszitánul, tehát ilyen nyelveket gyűjtöttem én be. Hát szóval tényleg most már így utólag ránézve tudom, de akkor, amikor benne voltam, akkor mindig úgy gyűlt össze ez a hatalmas repertoár, hogy mentem ide, mentem oda, mentem amoda, és mindig vittem egy-egy ráadás számot, hogy hát köszöntsem a nem magyar anyanyelvűeket is. A kérdésedre válaszolva pedig, hát el lehet képzelni, hogy a Nevada sivatagban is énekeltem. Szóval, ha a brazil őserdőkben összecsaptak két cintányét, én ott voltam. Tehát minden március 15-ét, október 23-át, augusztus 20-át, új évet, szilvesztert mindig valahogy mentem, és mindig rettenetes nehéz volt a családommal valahogy összhangban lenni, hogy a gyerekeim ne legyenek egyedül sokáig.
És például, ha már említettem, ez most csak zárójelbe, hogyha említettem azokat a kazettákat, például ha tudtam, hogy most 2 hétig nem leszek itthon, akkor 2 hétre előre felmondtam azokat a meséket, a későbbiek folyamán regényeket, amiket én esténként olvastam. Mert nagyon sokáig úgy mentem el, 2 fiamban, úgy mentem el, hogy vagy amielőtt ők lefeküdtek, vagy pedig, hogy én tudjam az esti mesét mondani, vagy pedig az esti mese után, csak késő este. Tehát csak úgy vállaltam szereplést nagyon sokáig. De most van az, hogy ha szabad, akkor egy huncut részletet elolvasnék a könyvből, mert ez szintén válasz arra, hogy hogyan lehetett ezt így csinálni. Hát, és hogy mondom, hogy a magyarok hogy fogadták. Hát mindenki azért ölelgetett meg utána, és azért szerettek annyira, mert azt mondták, hogy arra az időre, amíg én ott énekeltem, addig ők otthon voltak. Mert azért ez akárkinek, akármilyen jól megy a dolga, azért az, hogy hazaszeretet, az, hogy otthon, az, hogy magyarság, hogy hova tartozunk, azért az akármilyen jól megy az embernek a sorsa, úgy tud bőgni a népdalokon, a magyar népdalokon, hogy az elmondhatatlan. Úgy úszni tudnék abban a tengerben, amit a magyarok összesírtak a közelemben. No, hát ez a kisebbik fiam születésekor volt. A nagyobbik fiam Dévai Balázs, nagyon gyakran lehet a televízióban szinkronhangként hallani, és hát mivel sorozatot nem vállalt, azért a színházában lehet a leginkább látni. Hála Istennek nagyon nem vagyok elfogult mama, nagyon szeretem, de tudom kívülről nézni, tehát nem azért mondom, mert hogy az ő én gyermekem, és hogy akkor most hú, de jó, de tényleg jó, tényleg tehetséges. És a Katona József Színházban kezdte a pályafutását, utána a Bárka Színházban volt, és jelen pillanatban Tatabányán. És hát tényleg nagyon szép főszerepeket játszott. Ez a kicsi, akiről meg itt szó lesz, az pedig pénzügyi szakemberré nőtte ki magát. Ez azért nagyon jó, mert tőlem nagyon messze van a pénz. Nagyon nem is szeretem, a pénz is tudja, nem is jön hozzám. De a Bálint fiam, az viszont olyan ügyesen kezeli az egész családnak az összes számláját, hogy amikor látja, hogy éppen az apjánál, vagy éppen nálam, vagy éppen a Balázsnál, mert ugye a színészek sem pusztulnak bele a sok pénzbe, szóval akkor ő nyúl hozzá, és ő rendezi, írja, úgyhogy teljes biztonságban vagyunk. Na ez akkor még pici volt, 2 hetes. Az úr 1976-os esztendejében vagyunk. Bálint fiam születése előtt pár hónappal a rádió irodalmi osztályának felkérésére elvállaltam egy ausztriai fellépést Grazban. Merész vállalkozás volt, mert akkor még nem lehet tudni pontosan sem a fellépés idejét, sem a gyermek érkezését. Mire minden kitisztázódott, kiderült, hogy szülés után 2 héttel lesz a fellépés. Volt is nagy riadalom. Férjemmel, Gyurival megterveztünk mindent. Hogy nem megyünk a többi szereplővel együtt, ő vezeti az autót, csináltatunk azonnal Bálintnak is útlevelet, ha kell, útközben megszoptatom, pataknál megállva tisztába teszem, stb. Már mosolyogtunk is, éreztük, hogy ez nagy sztori lesz. Lett is. De még mekkora. Ringatva a pici babámat dudoráztam egész úton, a csöpség békésen alukált. A határhoz érve Gyurival még cinkosan összenéztünk, hogy lám, nekünk olyan gyermekünk van, aki már 2 hetesen külföldre utazik, mert a fiatalabb olvasók kedvéért írom, volt olyan idő, amikor csak 3 évenként mehettünk külföldre. De a határőr azonnal lehervasztott. Közölte velünk, hogy szó sincs ekkora gyermek kiviteléről. Hiába van fotó, útlevél, az ennyi idős babák egyformák, kicserélhetjük, tehát szó nincs határátlépésről. Én sokáig próbáltam meggyőzni, de nem, hajthatatlan maradt. Gyorsan ki kellett találni valamit. 2 szoptatás között külföldön fellépni.
ha ezt a klubban elmesélem, ugye volt ez egy ilyen szólás. Visszafordultunk, Szombathelyen kivettünk egy szobát, és én azonnal elkezdtem tejet fejni. Mint annó édesanyám, én is jól tejelő tehénke voltam. Sikerült egy hatalmas adagot Gyurira bíznom. Szegény szinte szűkölt, hogy egyedül maradt Bálinttal, de nem volt mit tennünk. Nekem indulni kellett, hiszen a határőr miatt jócskán késésben voltam. Itattam is az egereket egészen Grácig. No, arról hosszan mesélhetnék, hogy mekkora rémületbe keresgéltem a szállodát, ahova a találkozót megbeszéltük. Nem volt térképem se, meg helyismeretem se. Közben pedig tudtam, hogy késésben vagyok. Nem is mondtam még, micsoda nevezetes társasággal készültünk a fellépésre. Rutka Éva, Váradi Hédi, Major Tamás, Besenyei Ferenc és Avar István voltak a szereplőtársaim. Talpig leizzadva végre megtaláltam a szállodát, csak hogy a többiek ez alatt elmentek már a szereplés színhelyére. Gondoltam, most már mindegy, legalább lezuhanyozom. És a recepcióstól elkértem a kulcsot, cserébe elvette az útlevelemet. Gyors zuhany után már megint a kocsiban ültem, és keresgéltem a színháztermet. Mire megtaláltam, szinte azonnal kezdődött az előadás. Mindenki megölelgetett, és szörnyűködve hallgatták, hogy előadás után szinte szárnyat bontok, és repülök vissza Szombathelyre, mert ott vár a gyermekem. Váradi Hédi annyit kért, hadd jöjjön utánam, ő is külön kocsival jött, és hogyha előtte megyek, akkor este nem téved el, és ő is hazajön előadás után. Nagyon szép műsort adtunk, csak úgy zúgott a vastaps, én meg már indultam volna, minden gondolatom Bálinton körül forgott, de hát körbefogtak a nézők, gratuláltak, ölelgettek minket, nem volt egyszerű a szabadulás. Végre elindultunk. Csak hogy Hédike este nem látott olyan jól, többször rám dudált, hogy ne rohanjak annyira. És hát ki kellett találni Grácsból, nem volt még akkor GPS. A főúton már nem voltam olyan engedékeny, tapostam a pedált, a Wartburg lihegett, mire újra a határhoz értünk. És mint a villám, akkor csapott belém, hogy az útlevelemet ebben az őrült rohanásban a szállodában felejtettem. Kínomba hangosan felnevettem. A határőr, ugye így röhögve néztem ki rá, szigorúan rám merett. Az útlevél, majd megfulladtam a nevetéstől. A hotel van! És átcsaptam sírásba. Hédike döbbenten konstatálta a helyzetet. Aztán látva, hogy a tiszt milyen morózus, elkezdte. Én Váradi Hédi vagyok, és felelősségem teljes tudatában igazolom, hogy ő a dévai nagy Kamilla. De semmi nem változott. Én zokogtam, a tiszt morgott, hogy menjek vissza Grácsba. Hédike meg, mint egy tyúkanyó, próbált vigasztalni. Tudtam, hogy a fiókámat legkésőbb 11:30-kor meg kell szoptatnom, azt is éreztem, hogy túl nagy megterhelés lenne visszafordulni az útlevélért, hát azért szülés után alig vagyok 2 héttel. És nem tudok Gyurival se beszélni, hát ki se találták még a mobiltelefont, megáll az eszem. Hédi látva, hogy nem tud mit tenni, elköszönt, elindult. Én továbbra is ott ültem konokul az autóban, és könyörögtem. Csendesen átázott a tej a blúzomon, és így sírtam. Legalább azt tegye meg, hogy hívja a külügyminisztériumot. Muszáj szoptatnom. A tiszt egyre dühöttebben küldött melegebb éghajlatra, és én is egyre hangosabban követeltem, hogy intézkedjen már. Nagy, nehezen, lassú léptekkel elindult az őrség szobájába. Utána akartam menni. Itt marad! Ordított rám. De csak utána mentem egy perc múltán. Hallgatózom az ajtó előtt, amikor ezt hallom. Valami őrült nő ordít velem, hogy szoptatnia kell. No, nálam elszakadt a cérna. Minden hónapban fényképes cikkek jelentek meg rólam, éjjel-nappal, hol a rádióban, hol a tévében énekeltem. Mi az, hogy valami őrült nő? Berontottam, kikaptam a kezéből a telefont, és a következőket sírtam a kagylóba. Nem tudom, hogy ön kicsoda, én dévai nagy Kamilla vagyok, 2 hetes a kicsi fiam, nem tudtam magammal hozni, most jövök Grácsból, a hotelben maradt az útlevelem, de Szombathelyen várnak, szoptatnom kell, könyörgöm, engedjenek át, szoptatnom kell. Eközben a határőr pisztolyt fogott rám, és kikapta, visszakapta az én kezemből a kagylót. Én őrült indulatomba,
a lucskosra ázott igemet felkaptam, és jól szemellőttem tejjel. Erre a tiszt ordított, és én azt mondtam, hogy értse meg, éhezik a gyermekem. Ez aztán megtette a hatást. A tiszt üvöltött, hogy tiszta tej vagyok. Szóval átengedtek. Még visszakért a kagylóhoz a minisztériumi ember, aki közben valaki főnökkel beszélt, hogy mehetek, de hozassam el a többiekkel az útlevelemet. A csillagot is leígértem volna a földre, csak hogy engedjenek már. Szegény Warburg szinte füstölt, amikor behúztam a szálloda előtt a kéziféket, rohantam a szoba felé, Gyuri könnyes szemmel járkált, és így rázogatta a szerencsétlen kicsi gyereket. Édes kincsem, kicsi Bálintom, azonnal megnyugodott, ahogy engem meglátott. Végre a tisztába tevés után mi is összebújtunk, mesélve egymásnak a történteket. Hatalmasokat kuncogtunk a tejbelőtt határőrön, ám másnap folytatódott a balhé. Major Tamás hozta az útlevelemet. Mire az övét ellenőrizték, kinyújtotta az enyémet is. Na ebből lett az újabb botlány, hogy hol van a hozzátartozó személy. Úgyhogy ők is fél napig álltak a határon, és ismét, mert ez meg az osztrák oldalon történt, és ismét a Magyar Külügyminisztériumot kellett felhívni, tényleg volt az a személy, aki átment. Úgyhogy ez az igaz történetek egyike. Ilyenekkel van a második kötet teljesen tele, a harmadik kötet az az iskoláról szól, az első kötet pedig hogy lettem Dévai Nagy Kamilla. Férhez mentem, voltam Nagy Kamilla Anikó, az Anikót lehagyták, azt mondták, hogy a tévében sokkal érdekesebb a Kamilla név, és aztán férhez mentem, lettem Dévai Györgyné, és ebből alakult így ki a nevem. Ez a határtörténet azért aranyos, mert az én életem is nagy részt ott zajlott, és akkor most már elhiszed, hogy milyen izgalmas volt, amikor mentünk ki a határa forgatni, és a világosítónk jött, ment ott a határépület előtt, és mondtuk, hogy mit csinálsz, mit mászkálsz? És ja, már 36-szor átmentem útlevél nélkül a határa. Úgyhogy a határ az a mi korszakunkban, mi időnkben nagy dolog volt. Hát akkor most van az a határ, amikor már nem sok időnk van, tehát azt szeretném mondani, hogy ugye mindenről beszéltünk, hát mennyi minden van még a könyvben, de a zenedédről nem, és arról, hogy te most valamiféle jubileumra készülsz. És ez az utolsó kérdésem lenne, hogy mire készülsz te most? Hát nagyon-nagyon nagy dologra, mert az az igazság, hogy napra 1968. november 17-én volt az a bizonyos Nyílik a rózsa. Ezért tudom pontosan, mert nem csak úgy elindult a pályám, hanem ezzel a tévévetélkedővel indult el, tehát napra, órára, percre tudom. Tehát 68. És nagy lelkesen mondtam, hogy már 54 éve foglalkozom énekléssel, hivatásszerűen, amikor egyszer a közönség soraiból valaki azt mondja, hogy hát, kedves Kamilla, maga tényleg messze van a számok világától, mert ez már 55 év. És akkor ebbe gondoltam bele, hogy most idén, november 17-én, este 7 órakor lesz 55 éve, hogy én színpadon állok. Hát ezt valahogy meg kell fejelni, ez, hogy én még élek, hogy még egyáltalán van hangom, hogy még egyáltalán nem szakad be alattam a színpad. Hát szóval ez óriási dolog. Úgyhogy az Uránia Színházban, Uránia Filmszínház, de az egy gyönyörű színház, és nem is kicsi, ott lesz majd a nagy esemény november 17-én. Már most mindenkit hívok sok-sok szeretettel, ugyanis 55 év, 55 gitár. Úgyhogy egyszerre fog 55 gitár három szólamban szólni, és három szólamban énekelek az 55 diákommal. Már a színpadot nézvén, hát remélem, hogy mindnyájan ki fogunk férni, mert böködjük egymást a gitár nyakával, de azért ez lesz egy olyan feladat, hogy a mostani diákjaim és a régi diákjaim közül is, hát ugye a Misztrál együttes, a Regélőkének együttes, az Osztobáta együttes, akkor hárman az Operett Színházban, hárman az Operaházban, szóval nagyon-nagyon sokan vannak, akik sokra vitték. Tehát körülbelül 400 diákot tanítottam én már ebben, most már többet.
ebben az iskolában, de ezek közül legalább 150 a legelitebb és legelsőbb. A Turay Ida Színházban vannak, a Madách Színházban. Tehát olyan helyeken, hogy én fogok nekik szólni, és akkor az szerintem nagyon-nagyon nagy esemény lesz, és nagyon érdekes dolog lesz. Fogok énekelni valamit először én. Aztán utána jönnek a régiek, akkor olyan, hogy a régiekkel egy-két duettet, vagy így tercettet, vagy valami összeállítást csinálunk, és akkor jönnek a mostani diákjaim, és a legvégén pedig az összes, régiek, újak, mindenki. Úgyhogy még az is lehet, hogy írok erre a dalra, erre az eseményre egy külön dalt, amit majd addigra megtanulunk. Hát nagyon örülök, hogy tele vagy élettel és tervekkel, és ez tényleg egy olyan példa, amit a Csongor emiatt csinálja ezt a beszélgetést velemet, hogy ilyen jó példákat lássunk. Most annyi időnk van, hogy én úgy gondolom, hogy engedem most, hogy a közönség is tegye föl a kérdéseit, nehogy aztán kifussunk az időből, és akkor majd még meglátjuk, még visszatérünk, jó? Jó. És ha marad idő, akkor még zenélünk is. Így van. Van-e kérdés? Van-e kérdés? Bárkiben fogalmazódott meg. Jó, én felteszek egyet, mert egy ilyen témáról se volt. Kedvenc étel. Étel? Igen. Hát van. Sajnos, hát igyekszem tartani a formámat, de azért vannak nagyon kedvenc ételeim. A strapacskát például nagyon-nagyon-nagyon szeretem, csak hát ugye nagyon munkás megcsinálni, de ha van, aki megcsinálja, azt én nagyon megköszönöm. Úgyhogy ezen kívül pedig, hát mit? Hát a csülkös bableves, az is nagyon. Székely káposzta. Aztán a gomba, mindenféle fajtája. Hát ugye rengeteget kirándultunk a Recsezátban, meg az erdélyi hegyekben, és hát ott aztán olyan gombákat lehet összeszedni, hogy fantasztikus. A vargányának azt mondják, hogy hirip például, de mindenféle ilyen gomba egyveleg, és amikor egy ilyen üst tele van, jó sok hagymával, finoman, megfűszerezve, édes jó Istenem, de finom. És úgy az erdőszélen, tisztáson, törökülésbe. Az úgy igazán jó. Köszönöm. Úgyhogy szeretek sok mindent. A mézes, mustáros szeletet nagyon szeretem. És magam is nagyon szeretek főzni. De jó. Csak mostanában nagyon kevés időm van hozzá. Köszönöm szépen. Na szóval ilyen nehéz kérdezni, van akinek szeretnének-e kérdezni. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy láthatom Önt. Amikor kislány voltam, én 69-ben születtem, a húgommal csodáltuk Önt. A hajpánt, az egy fantasztikus kelléke volt az Ön nőiességének. Ez a 80-as, hát a 70-es évek második fele, amikor úgy feleszméltünk erre, hogy nekünk is kell egy ilyen hajpánt. És emlékszem, hogy újságok címoldalán jelent meg, és hát fantasztikus, hogy példaértékű az a minőség, ahogy egy hölgy megéli az életét, és példát mutatva elfogadja önmagát, árasztja ezt a magas röptű energiát. Nagyon ritka, én azt tapasztalom. És említette, hogy nagyon kevés ideje van, és hogy ezt a tanodát viszi. Hogyan telnek a napjai, és hogy tudja ezt a fittségét megőrizni szellemiekben, testiekben egyaránt? Nagyon szépen köszönöm. Hát a fittséget megőrizni, az például a pandémia elejétől nagyon-nagyon rendesen tornáztam. Aztán jött egy olyan ronda tüdőgyulladás, amikor abba hagytam, de az azért nagyon-nagyon sokat számított, hogy tényleg. Először a Joam, de hogy hívják? A fitness királynő. Ja. Aerobik. Jane Fonda. Na, a Jane Fondának a gyakorlatait csinálgattam így, és úgy, és mindenféleképpen. Aztán rájöttem, hogy az egy kicsit kevés, tehát hasizmokat is kell fejleszteni. Tehát magyarán tornáztam. Azóta lustadög vagyok, bocsánat, de most vagyok úgy, hogy bokán kell rúgnom magamat, hogy hát ez kell.
Az agyamat pedig úgy próbálom frissen tartani, hogy egyrészt állandóan tanítok, tehát úgy telik egy napom, hogy én nagyon éjszakai bagoly vagyok, tehát én bele az éjszakába, amit csendbe lehet csinálni, én nekem napközben mindig minden zúg, zörög, telefonon hívnak, ez van, az van, nem tudok igazán odafigyelni a levelezéseimre, vagy ha valami motoszkál bennem, hogy megírjam, úgyhogy én sokáig alszom, amit most már megengedhetek. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor nagyon nehezen keltem fel, de felkeltem természetesen mindig. Hát most már megengedhetem, hogy hosszabb ideig aludjak, akkor utána már is jönnek a diákok, egyik jön, másik jön, harmadik jön, mindenkivel egyéni foglalkozás van, és teljes egy órát igényel a dolog, tehát én estig tanítok. Aztán ez mondjuk... A hétfői nap az, amikor délután nem tanítok, akkor mindig az unokáimé vagyok. Mert muszáj, hogy őrájuk kicsikarjak időpontot, tehát ott soha nem tanítok. Tehát a hétfői nap mindig az unokáimé. Aztán kedden így végig tanítom a dolgokat otthon, mert ugye nem tudok termeket bérelni. A Lisznyai utcai általános iskolába béreltem utoljára egy hónapra 176.500 forint volt. És ezt senki nem támogatta, senki nem segített, úgyhogy én a saját zsebemből szedtem elő, amíg volt. De aztán elfogyott. Úgyhogy én is nyugdíjból élek, és méghozzá azt elárulom, hogy 58.000 forinttal mentem nyugdíjba. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy... Hát feltornázza magát úgy lassanként, de nem vet fel a jólét, hogy így mondjam. Nem is nyavajgok, mert tulajdonképpen amire szükségem van, azt már az életemben beszereztem, és most meg fogjam be a számot, és örüljek, hogy egyáltalán így vagyok. Tehát akkor jön a szerdai nap, akkor Budakeszire megyek ki, egy régi tanítványomnak a kis testvéreit, három testvérét, plusz még két másik gyereket tanítani, de ott mit tanítok? Szerencsétlen vagyok, mert matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, angol, magyar nyelv, irodalom, minden. Ezeket nagyon, a humán tárgyakat borzasztó nagy örömmel, a matematikát az időnként nézem a legidősebb testvért, hogy na most akkor hogy is van az egész. Szóval közösen oldjuk meg az ilyen nehezebb feladatokat, de magát a tanítást olyan mértékben szeretem, hogy örömmel foglalkozom. Egy másodikos kislány, két hetedikes és egy elsős gimnazista. Tehát minden tantárgyat velem vesznek át. Ez a szerdai és vasárnapi napom. Akkor a csütörtöki napon megint végigveszem a krónikás zenedéseket, pénteken előadó művészet óra van, amit mindenki vár, az egy csoda, az egyetlen teljesen közös óránk. És aztán jön a szombat, amikor vagy szusszanok, vagy szereplésre megyek, vagy vidékre megyek, és jön a vasárnap, amikor megyek ki Budakeszire. Tehát egyrészt az agyam karbantartása, mivel karbantartom a gyerekeket, így biztosítva van, másrészt nagyon szeretek kártyázni, és az is jól tartja az embert, és harmadrészt pedig rejtvényeket is nagyon szeretek fejteni, és ezzel úgy próbálom magamat tisztán tartani és óvni, hogy ne kopogjon be dr. Alzheimer. Köszönjük szépen. Van-e még kérdés? Átjövök itt a kamerára. Mert én annak örülnék, ha egy zenével fejeznénk, ugye? Tehát, hogyha egy dallal, jó? Tehát, ha egy persze dallal fejeznénk, de senkiben nem szeretném a kérdést beleszorítani, de akkor köszönöm. Jó? Akkor átadom, jó? No, hát a dal az pedig egészen biztos, hogy el fog hangozni ezen a bizonyos novemberi előadáson is, mert a krónikásokkal, ahogy hívjuk egymást, a krónikásokkal tényleg
nem csak fél szavakból, már szavak nélkül is megértjük egymást. Tehát úgy hátranézek, mondjuk előadáson, és úgy hátranézek, azonnal kapnak hol a sékerhez, hol a dobhoz, hol van. Így, rögtön, csak hátra kell így nézek, és már tudják, hogy mit kell csinálni. Szóval szavak nélkül is értjük egymást, és ezért mondom azt, hogy hát egy vérből valók vagyunk, és azt is előre elmondom, mert a tanári vénám nem hagyja, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az ismerős arcoktól született, Nyerges Attilától született dalt, de viszont van benne egy prozódiai hiba. Mert azt nem lehet úgy énekelni, hogy bár a lényeget még nem értheted, mert így éneklik, bár a lényeget még nem értheted. Hát a magyar nyelv mit mond? Nem azt mondja, hogy értheted, nem azt kell kiemelni, bár a lényeget még nem értheted. Úgyhogy ezt én egy kicsit átformáltam, és nagyon sokszor sajnos a vers megzenésítőkkel ez a legnagyobb baj, hogy úgy maguk alá gyúrják, és a szőnyeg alá seprik ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy kiboncolnák, hogy a magyar nyelv mit kíván. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Mint a villám tépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rugott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint a porba hullott mag, mit többé nem ered, ha nem vigyázol ránk. Olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Kedves Kamilla, kedves Márti, hoztam egy kis ajándékot önöknek, azt mindjárt odaadom. Elbújok. Köszönöm szépen, hogy itt voltak ma. Már a doboza is szép.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a kívánságot. Puszit is adok. Köszönöm szépen. Ez nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak. Következő beszélgess velem, ugye ilyenkor mindig nyári szünetet tartunk, hiszen a diákok is nyári szünetet tartanak, meg az egyetem is, úgyhogy szeptemberben Kis János, a Győri Balettnak az alapítója, Kossuth Díjas balettművész fog visszajönni. Ugye Mártinak volt ő a riportere, de megígértem neki, hogy ő visszajön. Jó, úgyhogy szeptemberben ő lesz a vendégünk, a pontos időpontot a weblapunkon fogják látni. És akkor kérem, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a szervező kollégáimnak, a Tóth Lauránknak a logónkért, Lencs Péternek a weblapunkért, Bata Tímának a Facebookunkért, Kotecki Zsuzsának a feleségemnek az egész rendezvény megszervezéséért, Fűzfa Zsoltnak, illetve Kis Tamásnak, ugye a videóknak a videókészítéséért, az egyetem vezetésének, hogy termet biztosít számunkra, Veres András Püspök úrnak, hogy támogatja ezt a rendezvényt. Köszönöm Schöller Klaudiának, hogy segített abba, hogy legyen termünk, mert mindig ő szervezi meg, hogy melyik teremben vagyunk. Köszönöm a családomnak, hogy ilyen rendezvényeket csinálhatok önöknek, és végül köszönöm önöknek, hogy eljöttek, és várom önöket szeptemberbe. Köszönöm szépen. Szkamilla,